Hét bajnoki címmel a zsebében Tim Gábor az elmúlt év elején válaszút elé került. Hol és hogyan folytassa versenyzői pályafutását, és legfőképp milyen anyagi háttérrel. Bende Imre menedzserével azonban sohasem adták fel. Ezúttal a közösségi támogatás dobott mentővet, ami nem várt sikerrel zárult. Ha nem is a teljes szezonban, de Tim két futamon rajthoz tudott állni a Clio Cup Europe sorozatban. Akkora motivációt kaptam a szurkolóktól, illetve mindenkitől, hogy ezt nem fogom soha életemben elfelejteni. Ugye 2021-ben megnyertem a Suzuki kupát, immár negyedszer, hogyha az elődeit is ide soroljuk. És 2022-ben a menedzseremmel olyan dolgot találtunk ki, ami Magyarországon még nem volt. Sokan mondták már, meg mi is gondolkoztunk már rajta, hogy elindítsuk ezt a közösségi adományozást, ami egyébként külföldön tök jól működik, de itt Magyarországon ez egyedülálló volt, és mindenki azt mondta, hogy ezzel sporttörténelmet írtunk. Én akkor a támogatást még életemben nem kaptam, amit a tavalyi évben a szurkolóktól. Mind anyagilag, mind pedig lelkileg, hogy ennyien mögöttem állnak. Tényleg felüdítő látvány volt látni azt, hogy az autón annyi név, cégek voltak a Hungaroringen, illetve a Red Bullringen, amelyik két versenyen elindultunk tavaly a Clio Cup-ba. És hát a magáról, a sorozatról pedig nem kell olyan szinten beszélni, hiszen 40 fő csórakoztatott fel a Red Bullringen, és az első 20-25 másodpercen belül volt, tehát egy olyan erős sorozatról beszélünk, ahol szerintem még nem versenyeztem. Több száz pártoló tagról beszélhetünk, fogalmazunk így, vagy támogatóról beszélhetünk, akik segítettek 1000 forinttal, 10 000-rel, akár 100 000-rel? Igen, tehát majdnem 400 név volt fent a cégekkel együtt az autón. Én úgy gondolom, hogy azért ez nem kevés, a magánszemélyektől tényleg elég nagy cégekig. És tényleg mindenki úgymond egyenrangúan volt kezelve, tehát aki 500 forintot küldött, azt is nagyon szépen megköszöntem, mert ő ennyit tudott, és nekem ez ennyivel vitt közelebb a célomhoz. Voltak a cégek közül, illetve a magánszemélyek közül is voltak, akik elérték a 100 000-es nagyságrendet, meg a több 10 000-es nagyságrendet. Egyszerűen nem is gondoltam volna, hogy valakinek ennyit megér az, hogy engem lássanak egy nemzetközi sorozatban. Hozzászoktál a sikerekhez, dobogóhoz, győzelmekhez, bajnoki címekhez, belecsaptál ebbe az új sorozatba, a Clio Cup Europe-ba, egy francia középcsapatnál, kis csapatnál. Várható volt, azt gondolom, ezt te is így tervezted, hogy itt nem lesz egyből siker. Amióta versenyzek a gokártól kezdve, sikerült majdnem egy 50%-os győzelmi rátát felállítanom, ami azért én úgy gondolom, hogy nem annyira rossz. Nagyon féltem ettől a sorozattól, mert tudtam, hogy nagyon erősek. Voltak ismerős nevek, volt olyan, akivel az Octavia kupába, a Pekárral versenyeztem, ő lett a második, én nyertem meg a sorozatot. Tudtam, hogy erős lesz a mezőny. Itthon is erős bajnokságban, GOG-ban versenyeztem, mindig próbáltuk úgy alakítani a menedzserem a karrieremet, meg az úti céljaimat, hogy olyan bajnokságba menjünk, ahol jobban kijön a pilóta tudása. De nyilván azért tudtuk, hogy ez egy Európa-bajnoki szint, vannak olyanok, akik több éve, 5-10 éve mennek ilyen autókkal, nyilván nem pont ugyanezzel, mert ez az autó, ez csak 3 éve van. Ez az 5-ös Clio, amivel fut most a sorozat, de az elődjeivel nagyon sokat versenyeztek már azon a szinten, főleg úgy, hogy a ring, tehát itt a Hungaroringen úgy volt a hétvégének a programja, hogy összesen 2 fél óra szabad edzésem volt. Ebben ennyi időm volt arra, hogy megismerjem az autót, kitaláljam a beállításokat. El is mentünk egy kicsit az erdőbe, úgy gondolom, próbáltuk ráerőltetni az autóra azokat a beállításokat, amik a Suzuki-ban, illetve előtte működtek. Ez egy más autó. Ez a Red Bullringen már kijött, hogy akkor már mögöttem volt egy verseny hétvége. Jobban is sikerült. Top 10-es eredményre számítottál? Nem. A Hungaroringen semmiképpen sem. Az a második futam az nekem egy druk volt, mert hogyha értékelve vagyok az egész sorozatban, ugye, hogyha teljes szezont futok, akkor ez Európa-bajnoki pontokat jelentett volna. Ez nekem elég tétel volt, és még több motivációt adott, hogy na igen, akkor gyerünk a Red Bullringre. Nekem személy szerint jobban fekszik a Red Bullring, mint a Hungaroring, hiába, hogy ez a hazai pályám. Mindig is ez marad, de a pályavonal vezetési meg stílusban nekem jobban fekszik.
és a Red Bull Ringen már pedig a második futamon egy ötödik hely sikerült a 41 főből, és olyan neveket sikerült megelőznem, akik ott elismert nevek, tehát a bajnokokat, folyamatosan dobogóért küzdő embereket. Én úgy gondolom, hogy ez annyira nem rossz, és ebből kiindulva próbáljuk összerakni az idei évet. Still fights for the lead going on. We've got this fight for sixth place now going on as well a little bit further back. This is Gábor Tim. Áprilisban kezdődik a szezon, nagyon gyorsan eljön. Igen, tudjuk mi is, hogy már itt van közel. Ez a két hónap, ami van addig, vagy három, ez semmire nem elég. Azt is érezzük, hogy a közösségi adományozás az így egy kicsit megtorpant. Megmondom őszintén, számítottunk azért rá, hiszen egy újdonság az mindig jobban felkelti az emberek figyelmét. A gazdasági helyzet az nem segíti ezt a dolgot. Így is érkeznek adományok, nem is kevés, és én ezúton is szeretném megköszönni, akik még mindig kitartanak mellettünk. De igen, most az a cél lebeg előttünk, hogy Monzába elmenjünk, ugye az első hétvégére, a 9-ből, és hogyha ott lesz egy olyan eredmény, ami elindít valamit, akkor végig tudjuk futni a teljes szezont. Going on as well a little bit further back. This is Gábor Tim.